Mint említettem, az ifconfig a múlt sötét árnya, jó, hagyjuk. Az IP az a jövő, és az IP parancsot kell mindenkinek megtanulni. Eddig életemben egyetlen olyan emberrel találkoztam egyébként, aki használ Linuxot és az IP parancsot használja egyedül, de ő most kezdte el tanulni, tehát neki az ifconfig az nem létezett korábbi életéből, tehát könnyű volt. És múltkor olyan furcsán itt nézett rám, amikor én mondtam ilyet, hogy ifconfig mit akarok én. Na szóval, az IP egy olyan új eszköz, aminek a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy sokkal több mindenre szolgál, mint amit az előzőekben itt az ifconfig kapcsán bemutatta. Ez alatt azt kell érteni, hogy az ifconfig parancs az úgy tulajdonképpen mit csinál. Adok egy IP címet, leveszek egy IP címet. Na jó, up, illetve down állapotba konfigurálom az interfészt, és készen vagyunk. De például már alkalmatlan arra, hogy a korábban emlegetett routing útválasztás bekonfigurálásában segítkezzen. Dolog roppant egyszerű, erre van saját önálló parancs. Pontosan arra szolgál, amire a neve mond, vagy amiről a neve szól, a routing beállítás. Igen ám, de mi lenne, ha lenne egy központi parancs? Egy központi parancs, amely alkalmas arra, hogy a interfészek alacsony szintű konfigurációs paramétereinek egy részét hajlandó legyen piszkálni. Ez lett az IP parancsa link paraméterre. Mi lenne, ha lenne egy olyan központi parancs, ami az interfészek IP alapú felkonfigurálását is végzi? Ez lett az IP parancs az IP address paraméterével. Mi lenne, ha lenne egy parancs, ami arra szolgálna, hogy a routingot befolyásoljuk? Ez lett az IP parancsnak a root paramétere. Mi lenne, ha lenne parancs arra, hogy multicastot konfiguráljunk? Mi lenne, ha konfigurálhatnánk különböző tunnelezési eszközöket? Mi lenne, ha konfigurálnánk policy routingot a rendszerben? Nagyszerű, erre jó az IP parancs. Magyarul lényegesen többet tud, mint amit az ifconfig maga nyújt. Cserébe pont emiatt lényegesen bonyolultabb a szintaxisa. Mert nem mindegy, hogy te most a hardware interfész alacsony szintű turkálását végzed, vagy a hardware interfész szoftveres turkálását, IP címet rendelsz hozzá, vagy éppen a routing táblát piszkálod, vagy ne adj úristen az ARP táblát piszkálom. A társaságnak a fele azért tudja, hogy mi ez az ARP tábla, ha már így kiejtettem a számon. Szóval ki tudja? Hát a fele azért nem. Na szóval, akkor tételezzük, hogy azért ketten tényleg vannak, akik nem tudják. Az ARP tábla lényege, azt mondtam, hogy a fizikai kommunikációban a hálózati interfész MAC címe játszik szerepet. Ellenben a gépek egy logikai IP címnek nevezett azonosítóval azonosítják egymást. A kérdés, ez rendben van, hogy az én gépemen, az én interfészem tudja, hogy nekem az a MAC címem, hogy és az én gépem tudja, hogy a hozzárendelt IP cím micsoda, de a te géped, honnan tudja, hogy az én interfészem milyen IP címmel rendelkezik, és innentől kezdve ugye hogyan kell engem megcímezni. Azaz, amikor ténylegesen beszélgetni akar két gép egymással, akkor én ugye egy logikai címmel mondom meg, ha menj az 1, 2, 3, 4 című gépre, na de nekihez képest a MAC címet kell megtalálni, ami ahhoz a géphez tartozik, aki ugye ezzel az IP címmel rendelkezik. Most feltételezem, hogy szigorúan ugyanazon a lokális háló vagy mindannyian. Ebben az esetben egy úgynevezett Address Resolution Protocol, vagy ARP mechanizmus szolgál arra, hogy a küldőgép beleüvölt a hálózatba egy úgynevezett Ethernet broadcasttal, egy olyan hálózati csomaggal, ami minden a hálózatban élő hálózati interfész számára szól, hogy légy szíves, foglalkozz vele, mert neked szól. És beleüvölt, hogy keresem azt a gépet, aki szerint ő az 1, 2, 3, 4.
Ezt ugye minden egyes interfészű gép megkapja, akinek több van az minden interfészen. Mindenki megkapja, minden interfész megnézi, megnézi. Hát engem nem Kovács Bélának hívnak, és ezzel a csomagot eldobja a kukába. Jé, engem Kovács Bélának hívnak, akkor engem kerestek, és válaszol neki. Ez a bizonyos ARP protokoll működése, és az ARP protokoll hatékonyságát némileg növelik azzal, hogy amikor egy újabb és újabb IP címmel akarok kommunikálni, akkor a gép először ugye küld egy ilyen mindenkinek szóló csomagot, majd ha megjött a válasz, ezt az információt eltárolja. Ez beállíthatom, hogy mennyi ideig cache-elje ezt az adatot, de a továbbiakban egészen addig, amíg ez az elévülési idő le nem jár, addig ő tudja, hogy ezzel a géppel kell beszélni, és hogyan kell az adott IP című géppel beszélni, úgy, hogy az ABCDEFG F Ethernet című gépre kell átküldeni a csomagokat. Ez az ARP. Na most erre a hagyományos Unixos világban, meg a régebbi, az ifconfig idejében egy ARP nevű parancs szolgált, azzal lehetett lekérdezni, piszkálni, törölni, módosítani egyemet. Meg ifconfig, amivel az IP paramétereket lehetett beállítani, meg root parancs, amivel a routing táblát lehetett piszkálni. Na most amióta azt mondtuk, hogy ez elavult és nem jó, azóta van egy darab IP parancsunk, aminek van IP link, majd hogy nem hardware szintű piszkálásra, IP address, IP szintű piszkálásra, IP root, routing tábla piszkálására, IP neighbor, szomszéd megtalálása, az ART tábla piszkálása, és ezen kívül egy csomó egyéb, egy tudom én, multicastot, az MADR névre hallgató, alparancsával lehet konfigurálni, tehát van egy ilyen globális parancs, aminek az alparancsai határozzák meg, hogy ő éppen a hálózat működésében fontos, vagy nem annyira fontos paraméter piszkálásában melyik részt akarja rongálni. Azaz, az IP szép, az IP jó, csak az IP egy kicsit kényelmetlen, vagy legalábbis egy picit túl sok minden van belezsúfolva. Nyilván azon is lehet vitatkozni, hogy mi a jobb, ha neked, mint kezdőnek annyit kell megjegyezni, hogy IP-nek hívják a parancsot. Ja, jó, hát most ne okozzon már problémát, hogy 350 oldal a dokumentációja, mert akkor is csak egy darab kétbetűs parancsot kell megjegyezni. Vagy szerencsétlen kezdőnek meg kell tanulni, hogy tehát akkor ifconfig, root, ARP, a multicastot is kell valahogy, a tunnelinget is kell valahogy, és 8 parancsot kell megjegyezni, jó, hát parancsonként ugyancsak 5 oldal, de 8 parancsot kell, vagy 10-et, vagy 15-et. És véletlenül se lehessen rám mondani, az IP többet tud. Tehát ha van olyan, amit az előbb felsorolt parancsokkal, meg egyszerű triviális műveleteken nem lehet megcsinálni, ezzel szemben az IP parancsal igen. Tehát ha van olyan helyzet, amikor tényleg az a jó, csak ma még egyszer mondom, a többség az nem így működik. Általában a régebbi eszközökkel ugyanúgy elérhetők a dolgok. Na szóval, IP link, mint mondtam, ez az ilyen viszonylag alacsony szintű turkáló parancs, IP link, a show vagy list, ezek általában ugyanolyan jellegű információkat szolgál, lekérdezését szolgálják, és hát a hardware interfészek alacsony szintű jellemzőit hajlandók megjelenni. Tehát például érdekes módon, míg az ifconfig parancs emlékeim szerint kiírja a megcímet, addig az IP parancsnál az IP address az már nem, de az IP link az igen. Vagy hogy mondjak egy másikat, az IP link parancsal lehet egy interfészt up, illetve down állapotba hozni, erre speciál az IP linknek a set, al parancsa szolgál. Vagy még más, kifejezetten teszt célokkal, gyakorlatias, hű, ki szeretném próbálni, de jellegű feladatokra nagyon jól létre lehet hozni, hogy is mondjam, másképpen virtuális interfészeket. Az IP link parancsal meg tudom csinálni, hogy hozzunk létre egy eddig még nem létező virtuális interfészt, amely virtuális interfészsel minden vackot meg lehet csinálni. Nyilván kommunikálni nem lehet rajta, mert nincs interfész mögött valami hardware. Viszont arra teljesen jó, hogy ameddig nem piszkálom a routingot, nem piszkálom a ARP táblát, nem piszkálom egyáltalán a külvilággal való kommunikáció paramétereit, oly módon, hogy direkt erre az interfészre rákonfigurálom, a
addig semmi gond, minden parancsot ki lehet fájdalommentesen próbálni. Lehet egy úgynevezett dummy interfész létrehozni, ugyan ezzel az előbb emlegetett IP link parancsot. Na most, ez tehát még egyszer mondom valami alacsony szintű eszköz. A következő, nagyjából az ifconfiggal megegyező szint, az az IP address parancs. Na most, az IP address igen érdekes, nyilván a show list alparancsokon kívül a legfontosabb az add, illetve delete funkciója. Az add, amivel ugye egy meglevő, de esetleg még nem felkonfigurált, de az is lehet, hogy már felkonfigurált, hálózati interfészhez egy új IP címet rendelek, még nyilván az IP address delete-tel ebből az interfész, erről az interfészről a bekonfigurált IP címek valamelyikét eltávolítom. Tehát az előző, ugye az Ethernet nullához hozzárendeltem a akármilyen IP címen, ez az IP parancsol valahogy így néz ki, IP address add. Nyilván meg kell mondanom, hogy melyik az a hálózati interfész, akinek a konfigurálását végzem, nem elegendő leírni a nevét, oda kell írni, hogy ez a device, tehát dev eth0. Hogy emlékeztek rá, az ifconfignál, ha natív a cím formátumából kikövetkeztethető címtartományba tartozó címet konfiguráltál, akkor elég volt megadni az IP címet magát. Általában ugye javasolt, hogy mellé hozzá tedd oda a netmaskot. Itt tulajdonképp ugyanez a helyzet, annyi a különbség, hogy a netmask megadására nem a hagyományosabb, régebbi formát használjuk, hogy netmask és leírunk ugye egy IP címhez hasonló 4 bájtos értéken, hanem ezt a modernebb formát, az úgynevezett prefix formát, hogy egy per bitek száma formátumban mondom, hogy tehát ugye a 32 bites IP cím első, például van 16 bitje az, ami a hálózatot azonosítja az adott IP címben. Ebből ugye a korábban elhangzottak alapján mind a broadcast cím, mind a network cím egyértelműen számítható. Mert ugyebár leírom ezt az IP címet, az első 16 bitjét békén hagyom, technikailag ez ugye az első két pontokkal elválasztott tag, azaz a 16 marad ugyanaz. Network cím úgy jön elő, hogy a maradék bitek mindegyike nulla, tehát a network cím az, hogy a 16 00, a broadcast cím meg úgy áll elő, hogy a maradék host bitek mindegyikét egyesre állítom, tehát a broadcast cím, mint oda is van írva, 16 255 251. Ez megint egy olyan dolog, hogy mint a előzőkben ugyan elfelejtettem mondani, de már ott is használ, szintaxisból látszik, ez amúgy opcionális, nem kötelezően megadandó paraméter, ugyanaz érvényes, mint azt az ifconfignál mondtam, akkor kell megadni, hogyha valamilyen oknál fogva nem felel meg az előzőekből kikombinálható vagy kiszámolható paraméterekkel. Azaz, ha valamiért per 16-os hálózatot konfigurálok, de egy teljesen más broadcast címet akarok használni, abban az esetben meg kell adni a broadcast paraméteren, abban az esetben, hogyha jó nekem az a akármi 255-255 típusú broadcast cím, akkor akár el is hagyható. Na most, a IP parancsal, tehát az IP add parancsal, ami viszont egy nagyon lényeges, mindenféle egyéb hókusz-pókusz nélkül lehet a hálózati interfészek több IP címet rendelni. Egyszerűen egy másik IP add dev eth0 kezdetű sorral fölkonfigurálhatok második, harmadik, negyedik, 56. IP címet. Nincs belőle probléma, nem kell ugye bohóckodni azzal, hogy a valós interfészből létrehozok egy virtuális interfészt a kettős pont plusz tag formában. Na most, azaz, IP add dev eth0, ugyanannak az eth0 interfésznek állítva egy újabb interfész címet, jelen pillanatban a 192.168.242.24-es IP címet. Na most, ebben a példában ugye meg sem adtam a broadcast címet, netmaskot, ugye, bocsánat, a netmaskot megadtam a per 24-jel, broadcast címet nem mondva, hogy minek, ugye a netmaskból ez automatikusan számolható egyértelműen.
És önmagában ennyi elég is lenne. Na most, ezzel szemben én oda tettem egy paramétert, és próbáltam még a jelzéssel is utalni arra, hogy noha ezt a paramétert nem kellene oda tenni, ezt a level paramétert, én ezt nem opcionálisnak írtam. Oka a következő. Általában azt mondják, hogy az IP és az ifconfig parancsokat, illetve az IP és az ARP, az IP és a root parancsokat egy darabig használhatod vegyesen, hol egyiket, hol másikat. De tipikusan az IP ADR kapcsán szokták azt mondani, hogy abban a pillanatban, hogyha te egy interfészhez egy újabb IP címet rendelsz, abban a pillanatban gyakorlatilag elveszítetted az ifconfig parancssal való kompatibilitásodat. Ugyanis ebben az esetben, ha te föltettél egy másik IP címet erre az RTH0-ra interfészre, akkor az IP address show, IP address list, vagy akár csak annyi, IP address parancssal az összes IP címet látod. Viszont ha azt mondod, hogy ifconfig, akkor bizony ezek közül csak egyiket. Ezt most azt sem tudnám megmondani, hogy fejbe, hogy az elsőt vagy az utolsó. Akit hozzátettél, többet tök mindegy. Azaz, addig, ameddig nem kell több IP címet rendelni a interfészhez, addig nyugodtan használd vagy egyiket, vagy másikat. De ha kell, és elkezded az IP parancsot használni, akkor felejtsd el az ifconfigot. Na most, hát ez nekem nagyon nem tetszett őszintén szólva, és túrtam a doksikat, a netet, kerestem jobbra-balra, aztán egyszer csak legjobb meglepetésen a IP parancs dokumentációjában megtaláltam, hogy nem úgy van az, csak tudni kell róla, ugyanis egy interfészhez, amikor én az IP ADD parancssal piszkálom, akkor mint látható egy úgynevezett címkét hozzárakhatok, és egyébként ez az IP ADD show listában természetszerűen megjelenik. Viszont amennyiben a címke úgy néz ki, hogy a fizikai interfész neve 2. valami, akkor ennek az lesz a következmény, hogy gyönyörűen megjelenik az ifconfig kimenetében, pont ugyanolyan virtuális interfészként. Azaz, én úgy vagyok vele, hogy mivel senkit nem javasolt leszoktatni egy számára esetleg kényelmesnek tűnő eszköz használatáról, javaslatom az, nyugodtan használd akár az IP parancsot, akár az ifconfigot, nyilván addig, ameddig az használható. De mondjuk csak azért ne kezdjél el átszokni az IP parancsra, mert hát ha nem, ha ugye ifconfiggal piszkálnád, akkor neked virtuális interfészeid lennének, meg akkor ez, meg az, meg ilyen-olyan-olyan problémáid lennének. Meg lehet csinálni, hogy ezek képesek legyenek ugyanazon a információ tartalmon osztozni, és természetesen, hogyha ilyen jellegű címkét hozzárendez ahhoz a bizonyos plusz IP címhez, akkor ennek megvan az a nagyon kényelmes eredménye, hogy és innentől kezdve viszont keresztbe kasul használod azt a parancsot, amelyek jól esik. Tehát ha akarod, akkor ugye továbbiakat is fölvehetsz az ifconfiggal, újabb és újabb virtuális IP-ket, illetve interfészeket konfigurálva, de ugyanilyen módon minden további nélkül megteheted azt is, hogy megszüntetni, mondjuk már az ifconfiggal szüntetsz meg egy ilyen IP címet, nem pedig az IP adresszel. Valódi jelentősége természetesen nincs, akár el is hagyható, csak mondom, elég sok helyen van leírva, hogy jaj, sajnos innentől kezdve ez a két dolog nem működik. De működik, csak utána kell olvasni. Azaz, nem kell, a label az természetesen opcionális paraméter. Legfeljebb én tudnám javasolni a használatát. Hátul ütője nyilvánvalóan, hogy ebben az esetben a virtuális interfész sorszámát ugye ugyanúgy számon kell tartani, hogy akkor most ő az 1-es, a 2-es, a 6-os, a 18-as, a 27-es. Végül pedig természetesen ugyanúgy, ahogy a ifconfig parancsal megszüntethetted egy interfészhez tartozó egyik-másik IP címet, hát ugye az IP parancsal is, az IP ad del vagy delete parancsal lehet persze törölni. Természetszerűleg ugyanúgy meg kell adni minden lényeges paramétert, ami arra szolgál, hogy képes legyen a rendszer felismerni, hogy te mit is akarsz,
konkrétan melyik az az IP cím, amit meg akarsz szüntetni az adott interfészről. Azaz, ugye, ugyanúgy melyik device-ról beszélünk, ugyanúgy mi az IP cím, mi a netmask, amelyikre te gondolsz. Na most! Fél három elmúlt. Javasolnék némi oxigéndúsítást, vagy nikotint, vagy vizet, vagy kinek mire van szüksége. És akkor itt fogjuk folytatni. Thank you.